Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. A szeretőjének. A zene világnapja október 1. A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik. Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-jét a zene világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését. Életünket keresztül kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig, vagy még azon is túl. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, eszköze, mely ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Ezért is van az, hogy a dal korlátlan hatalmat ad annak, aki ért hozzá, vélekedett Szabolcsi Bence. Erdő, 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 maroszéki kerek erdő, madár lakik benne, madár lakik 12. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Csárdás kis angyalom, érted, fáj a szívem nagyon. Most a zene világnapján akár aktív művelői, akár passzív élvezői vagyunk ennek az isteni adománynak, gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak. Gondoljunk rájuk szeretettel, mert segítenek minket, célt adnak, rendre és türelemre tanítanak. Megteremtik bennünk, ha hagyjuk, a kodály megálmodta nagy harmóniát, amikor majd igazán azt mondhatjuk, örvenjen az egész világ. Hullászim a fáról, most jövök a tanyáról, ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce, egyik ága lehajlott, azért rózsám elhagyott, ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce, kis kalapom fekete, pába tolla van benne, ej, haj, ruca, ruca, kukorica, derce. Halász István a zenéről. A zene kincseket rejt, bánatot és bút felettet. Örömöt, boldogságot ad, végságot és szelét igazt. A zene minden műfaja, múzsák csodálatos hangja, bezengi az egész világot, szolgálja a boldogságot. Édesanyja dalát hallja a csecsemő, és kíséri a dal, a zene, a felnő. Majd ha eljön az élete végórája, a dal, a zene lesz a búcsúztatója. A zene a legnagyobb jótétemény, amit a halandók ismerhetnek. Fogalmazta meg Edison az 1600-as évek végén. Valóban a zene kincs, sokféle muzsika öleli körül minden nap életünket. Bátorít, lelkesít, vigasztal. Szeret minket embereket. A magam számára úgy fogalmazom, a zene a legjobb barátom, mindig segít, mindig mellettem van, bennem él. A zenei világnak ünnep, a zene ünnepe. Jó érzés, hogy rohanó világunkban mindannyian érezzük a művészetek lelket varázsoló hatalmát, s a mostani október 1-én, valamint az azt követő valamennyi napon ébren tartsuk és átadjuk az érdeklődő közönségnek. Mi is a zene? Ez a kérdés órákon át foglalkoztatott, mielőtt múlt éjjel nyugovóra tértem volna. Maga a zene létezése is csodálatos dolog, mondhatni maga a csoda. Talán az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a zene maga a teremtés. Ne próbáljuk a zenét értelmünkkel megérteni. Még csak szívünkkel se próbáljuk érezni. Csak engedjük spontán módon a zene madarat repülni.
Ahogy Bachot hallgatom, a zene újra értelmezi a tavak vízének ritmusát. A szürkület és a szitakötő fátylán túl a muzsika letelepedik a szemeimre.